Koroknai Zsolt, Nootikus Transzcendens című kiállítása a Kass Galériában. A kiállított installáció, mint egy road movie, felvezeti a nézőt, míg a múlt a jelen kapujához ér, és ebben az időtlen pillanatban, örökké valóságában feltűnik egy fiók, mely ürességében tekintetét kitölti mozdulatlan tükröződése, megérinti a nootikus segítő erejét. Ha feltételezzük, és képzeteink, sőt mi több vágyaink kiteljesedve kapcsolatba lépnek a nooszféra, az ember ismereteinek egész földet beburkoló átjáró világával, ez a transzcendens tér átlépő, hozzásimuló napjaink időben rezignált vázlatos epizódjaihoz. Ez az installációm humán történet, allegórikus modellezett jövőkép, írja az alkotó. Egy hosszú időt és tereket átlépő utazásra invitál bennünket Koroknai Zsolt. Mielőtt rálépünk a grafikus irányított a sajátos útra, a tárlat befogadóiként fel kell fejtenünk valamit ebből az emelkedett kontextusból. A cím értelmezésével célszerű kezdeni. Ahhoz, hogy részesei legyünk a művész teremtette nootikus transzcendens világnak, bizonyos értelemben át kell lépnünk a határainkat. Hogy megértsük, mit rejt ez a titokzatos installáció, el kell olvasnunk a művész, dr. Czakó Kálmán tudóspedagógussal közösen írt szövegét, amely a tárlat részeként diskurzusba lép a művekkel. Először a művész megfogalmazza, hogy miként kell szemlélnünk és gondolkodnunk a műveiről. Ezután körbe megyünk a kiállítás részein, amit alapos részletességgel elmond nekünk. A kiállítást megnyitotta Fazakas Réka, a műcsarnok kurátora. Az alkotó után ő is elmondja, hogy művészet történetileg milyen rálátásunknak kell lenni a szemlélődés közben. Tehát itt vagyunk a Kass Galériában, Nootikus Transzcendens című kiállításomnál. Minden évben szokásosan egy önálló kiállítást rendezek a Kass Galériában, amely ma idén 30 éves lett. Hát egy rövid összefoglalóval, tulajdonképpen ezek allegorikus modellezések, videóinstallációk, főleg ilyen asztrofizikai problémákat feszegetek, modellezek, természetesen képzőművészeti eszközökkel. Itt van egy rövid összefoglalás, tehát a kiállítás úgy kezdődik, a nézőket végigvezetem, mint egy road movie, úgy azt is mondhatnám, van egy ilyen ASIX-szerű kis akvarell sorozat, amelyet megtekintünk, majd rátérünk ugye a nootikus, a tudás, a transzcendens tudásra. A transzcendens, mint átlép az ember egy noszférába, a globális tudásba. Maga ezt a fajta szimbólumot egy tabernákulum fejezi ki, szakrális értelemben, ugye a szakramentum, ugye a szentség tartó is egyben, egy 17. századbeli tabernákulum fog szerepelni ott a videón, és egy fiók, a tabernákulum fiókja képez egy installációt, mint egy balansz. Ugye itt a gravitáció is számot tevőt. Nagyjából így kezdődik ez az installáció. Egy térinstallációt szoktam létrehozni mindig a kiállításokon, ezek nem különálló művek. Valamint ugye a zenei performance-el is foglalkozok, és egy Sigma GV gitáron egy dalt játszom. Kék állarc, Kisfaludi Erős Piroskának egy versét ritmizálom, majd egy diskurzus látható még egy képen, és hozzá a Gate nevű videóinstallációs filmem. Hát a road movie-t említettem, a fényképezés helyett kis akvarell tömbben járok a különböző kirándulásaimon, London, Portugália, Balaton, New York, és akvareleket készítek, ami sokkal szubjektív. Ez egy lineáris időlánc látszólag. Maga a nootikus
transzcendens a kiállítás egy időtlenség, egy időtlen tudatról szól. Tehát itt visszatérek előző kiállításaimra, ahol ugye a fekete lyuk és egyéb ilyen problémákat modelleztem. Ez a lineális idő a jegyzettömböm, az akkor eltömbömből kiválasztott 21 darab kis képecske, mint egy lineális vonal végigvezeti a kiállítást, és kontrasztba áll a transzcendens síkkal, az időtlen síkkal, ahol ugye a tabernákulum jelképezi azt a fajta örökké valóságot, tudást, ami a nótikus szférából származik. A szükségletét az embernek, egy segítőkezet. Itt az installációban egy videóinstalláció szerepel, ahol megjelenik a tabernákulum, amelyből kiemeltem ezt a második fiókot. Ez egy 1700-as évekből való bútordarab, és itt látható maga az installáció. A fémálványzata, ugye ezt a hármasságát, ezt a szentségi mi voltját, ugye ezt kissé tükrözi. Tulajdonképpen egy balansz, tehát először gondolkoztam rajta, hogy mobilissá tegyem, de mivel a gravitáció itt a földi mi voltában, meg amúgy sem gondoltam, hogy túl bonyolítom itt a helyzetet. Ez egy üres fiók, ami tulajdonképpen önmagunk tekintetét tükrözi. Szimbolikájában így tükröződik ugye itt a lehulló rózsatermissel, csipkebogyókkal. Tovább lépve, itt látható az a gitár, amit a kiállításra készítettem, ez egy Sigma elektroakusztikus GV-nek nevezem. Ez a macska rajz hűséges társam, GV, János Vitéz, alias Maki portréja, és itt a videón lehet hallani és látni egyben a Kék állarc nevezetű verset ritmizálom. Ez egy fonetikus vers, egy néma fonetikus vers. Thank you.
Kisfaludi Erős Piroska Kék Állasz című verse 1977-ből gyerekkoromot idézi, ahol tulajdonképpen a mágiák és az elméleti összejövetelek, baráti társaságok hétköznapi megjelenésben szinte minden napjaimat is betöltötték. Tovább lépve, a noetikus és a noetikus és a nótikus, ez egy írás, dr. Czako Kálmán, egykori osztályfőnököm írása, egy diskurzus. 3 hétig egy diskurzus folytattunk telefonon, és ennek a jegyzetei, az ő kivonata és az ő értelmezései foglalnak helyet ebbe a képbe. Tehát ez a fajta diskurzus egy önálló művé változott az idő folyamán, az alkotás folyamatában, a performatív alkotás folyamatában. Tehát itt lényeges. Itt utalást tesz a Gate című filmemre, ez is 2020-as, ahol Ladjánszky Márta látható és Kovács Noémi, valamint jó magamot szerepelek a videóba. Tulajdonképpen ez évek óta együttműködünk a Testvonal 5-ös őszi kiállításon, ami a Mamut Galériában volt látható, kurátora is voltam, oda készült ez a mű. Ez ugye egy szimbolika, ami párhuzamba áll azzal a nótikus tudással, ami esetleg segítséget nyújt itt a két állarcos időpontban. Az a globális tudás, ami körülveszi az embert, az emberiséget, és esetleg visszahat rá. Koroknai Zsolt Nótikus Transzcendens című kiállításán vagyunk a Kass Galériában, ami egy nagyon izgalmas és nagyon misztikus kiállítás, hiszen maga a cím is már sok minden felfejtését igényli. Maga a nótikus az egy görög eredetű szóból származik, ami elmét vagy tudatot jelent, a transzcendens pedig a latin transcendo, azaz átlépni szóból származik, tehát ez gyakorlatilag egy szakrális átlépést jelent, és a kiállítás az ott indul a Zsoltnak a 21 akvareljénél,
ami 21 akvarell a magyarországi és külföldi élményeinek a megtapasztalásait festi meg akvarellen, és ugye nem a hagyományos mai értelemben vett képeslapokat küldi Anzixokat, hiszen nem fotó, nem telefonnal készít fényképeket, hanem ő maga megfesti ezeket akvarelleken. És ugye ezt mondhatnánk, hogy nem számít az időbeliség, lényegtelen, hogy mikor volt Portugáliában, New Yorkban, vagy Londonban, vagy mikor járt a Balatonon, viszont a 2020-as év az annyira más sávált mindenben, hogy mégiscsak lényeges jelentőséget tulajdoníthatunk ennek az idővonalnak, az időbeliségnek, hiszen az utazásnak, mint toposznak is egy újfajta értelmezést ad a 2020-as év, hiszen ebben az évben nem utazhatunk külföldre, vagyis csak korlátozottan, és emiatt az ebből az évből, 2020-ból csak magyarországi, balatoni, illetve más anzixokat, képeslapokat, akvarelleket láthatunk Zsolttól. És amikor elérkezünk a 2020-as utolsó balatoni, illetve fehérvárcsurgói akvarelhez, akkor itt belépünk, egy teljesen határátlépésre van szükségünk, hogyha átlépünk a kiáltásnak ebbe a terébe, és itt egy transzcendens világba lépünk, hiszen egy háromszögletű formájú vasfém állványon áll egy 17. századi tabernákulumnak a fiókja, amit ő ebbe a térbe helyezett, szinte lebeg a térben, ahogyan a akvarellek is lebegnek a térben, az egész egy könnyed, transzcendens lebegést jelent, és amikor itt meglátjuk ezt a fiókot, akkor óhatatlanul is bele kell tekintenünk, hiszen gondoljuk, hogy valami lényegeset őriz az a fiók, ami a 17. században egy templomban állhatott, és az oltári szentséget őrizték benne, és amint ebbe beletekintünk, akkor tulajdonképpen önmagunkkal kell szembesülnünk benne, hiszen üres ez a fiók, és a saját magunkat a legfontosabbat rejti, hiszen magunkkal kell szembesülnünk, ami a keleti filozófiák szerint a nirvána vagy az üresség állapotát jelenti, ami a legfőbb transzcendens saját magunk teremtette állapot, aminek az elérése az örök célunk, a legfontosabb célunk, és ezzel nagyon szépen összefüggnek azok a csipkebogyók, amik itt hullanak, ami szintén a csipkebogyó maga, az a transzcendensre, illetve akár a bibliai kinyilatkoztatás, Bibliában olvasható a Mózes könyvében, ugye, amikor kinyilatkoztatja magát az Isten Mózesnek, és ennek is az égő csipkebokornak a szimbóluma, illetve hát a mai világunkban ugye már említettük a pandémiát itt az utazási korlátozások miatt, mondhatjuk azt, hogy a csipkebogyó egyfajta védelem, egyfajta transzcendens védelem, ami a Földön kézzel foghatóan megterem egy bokron, tehát ez egy nagyon magas C-vitamin tartalmú gyümölcs, ami akár az immunrendszer védelmét és az egészségünk védelmét is szolgálhatja, és ez is valamiféle isteni kegyelemként adatik meg, és amikor itt hullanak ezek a csipkebogyók, akkor az árnyékon olyan, mint amikor néhány belehullik ebbe az üres tabernákulumba, legalábbis vizuálisan, és ezt mindjárt meg is látjuk a videóinstallációnak a részeként. És akkor itt a harmadik részen pedig megtaláljuk azt a művet először is, ami egy közös műve dr. Cakó Kálmánnak és Koroknai Zsoltnak. Ez is egyfajta lebegést testesít meg, hogy ezen a fólián szinte lebeg valóban itt ez a transzcendens szöveg, ami egy nagyon magasztó szöveg, és mégis itt kézzel foghatóan vizualizálódik előttünk. És akkor két videóinstalláció veszi ezt körbe, illetve hát az a gitár, ami egy nagyon fontos eleme a kiállításnak, amire Koroknai Zsolt egy cicát, egy macskát, ami a saját macskája is ezt rajzolta meg. És ezen a videón pedig ugye Kisfaludi Erős Piroskának a Kék Állarc című verse látható, annak egyfajta illusztrációja, akár mondhatjuk az egész kiállítást is, de a kiállításnak ezen része, az installációnak ezen része, a saját gitár szólója szinte a macska dorombolásával együtt rezonál, és közben olvashatjuk ezt a Kék Állarc című verset, ami ugye valójában a saját magunk lelke, amint egy állarc mögött létezik a világban. Ezt ugye, amikor a 20. század végén, 1977-ben vagy vége felé megírta a Piroska, akkor még nyilván nem volt a Kék Állarc korszaka, de most egy új világot, egy korszakot élünk, amikor mindenki úgymond Kék Állarcban vagy állarcban, maszkban él, létezik, és ez a vers illusztráció ezzel a zenével együtt, ami itt a gitáron
született Zsolt előadásában, aki zenész is és képzőművész is, abban születik meg ez a vers, és ez az egész egyfajta illusztrációja. És a másik film videóinstalláció pedig szintén a szférák zenéjét, vagy ezt a világnak a hangulatát, hangját jeleníti meg egy vihar képében tulajdonképpen, és ezzel együtt jóga mozdulatokat, illetve táncot, szakrális táncot, keleti filozófiákra rezonáló táncot és ászanát láthatunk a Zsolt előadásában, ugye egy fejenállást, és illetve zenét hallhatunk, és hallhatjuk a viharnak a zenéjét, illetve hangjait, és tulajdonképpen ez a kapu, ami itt megjelenik, ez is egyfajta transzcendens belépés, itt az égre nyíló kapu, amit itt látunk, és így ez az egész installáció képezi le ezt, amit az elején elmondtam, hogy nótikus transzcendens, tehát egy transzcendens átlépés tulajdonképpen, ami jellemzi Koroknai Zsolt kiállítását. Most a tárlatvezetés után visszanyúlunk a megnyitóhoz, amikor is egy kiállításhoz szervesen kapcsolódó performance előadást is láthatunk. Megnyitó performance, Koroknai Zsolt, Ladjánszky Márta, Varga Zsolt.
Thank you.
Thank you.